Az április 22-i földnapja sokféle környezetvédelmi problémát hozott napirendre ismét. A múlt héten az ételpazarlás ellen küzdő civil kezdeményezés programjait mutattuk be. Ma tudományos megközelítésben tálaljuk a témát, a jelenség társadalmi és jogi vonatkozásairól beszélünk, és emiatt hívtuk meg a stúdiónkba dr. Réti Kinga Olga egyetemi oktatót, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki karának a dékán helyettesét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást! Köszönjük, hogy eljött! Hát ételpazarlásról beszélünk, milyen adataink vannak erre vonatkozóan, hazai szinten és európai viszonylatban. Igen, sajnos ugye ezek az adatok nem mondhatni kecsegtető adatoknak, sem európai, sem világszinten, sem Románia szintjén. Mondhatni, hogy világviszonylatban körülbelül 1,3 milliárd tonnányi étel kerül ki a hulladék tározókba, vagy kerül ki a kukákba évente. Európai Unió viszonylatban ez körülbelül 90 millió tonna, és Románia a 9. helyezette az Európai Uniónak, tehát nem mondhatni, hogy az utolsók vagyunk ezen a téren sajnos. Romániában körülbelül 2,2 millió tonnányi élelem kerül ki a hulladéktározókba, ami hát mondhatni, ami nagyon sok. Nagyon sok, egyharmada a hulladékunknak. Tehát, hogyha összhulladékot vizsgáljuk, körülbelül egyharmada az élelmiszer. És természetesen, hogy ha figyelembe vesszük azt, hogy körülbelül 225 ezer gyerek Romániában éhes gyomorral megy lefeküdni, illetve a falusi környezetben élő gyerekek 72%-a nem részesül egy kiegyensúlyozott élelem biztosításnak, hát akkor ezek az adatok eléggé aggasztóak sajnos. Elszomorítóak valóban. Lehet ezt szabályozni valamiképpen? Hát igen, törvénykezések léteznek, most már mondhatni, hogy Romániában is érvényes és érvénybe lépett 2017. május 21-én az a törvény, ami kimondottan csak az élelmiszer pazarlással foglalkozik. Természetesen nem csak Románia, hanem Európai Unió szinten is léteznek ilyen jogszabályok, illetve törvények, és mondhatni, hogy Franciaország az egyike azoknak, akik már érvénybe léptették és működik, és amint olvastam, ezt európai szinten ki akarják terjeszteni, köszönöm. És pedig az, hogy az élelmiszer forgalmazó üzletláncok nem szabad kidobjanak semmiféle élelmiszert, hanem ezeket valamilyen módon hasznosítani kell. Hogy különböző szervezetekkel felveszik a kapcsolatot, amelyek ugye kimondottan erre a típusú hulladékra specializálódik, mármint ugye amelyeknek a szavatossága hamarosan le fog járni, és ezeket ugye fel lehet használni különböző célokra, illetve a nagyon sok esetben például az állatkertekkel veszik fel a kapcsolatot, leginkább ugye a gyümölcs esete az, ami ilyen esetben ugye természetesen felhasználhatóvá válik, és gondolom, hogy az állatok ezt nagyon díjazzák. Tehát van, amit még felhasználhatnak? Felhasználhat. Igen, és tehát azt tudni kell ugye, hogy azok a címkék, amelyek a szavatossággal kapcsolatos információt szolgáltatják nekünk, mint vásárlóknak, azt jelzik, hogy az a dátum, ami fel van tüntetve, tehát igazából ez egy ilyen viszonyítási alap, hogy addig érdemes lenne elfogyasztani, de utána is még fogyasztható egy bizonyos ideig, tehát nem kell azonnal kidobni. Természetesen vannak olyan élelmiszer típusok, amelyek esetében ez nem érvényes, de ami mit tudom én, rizs, liszt, vagy más ilyen különböző konzervek, tehát ezeket simán még a lejárt szavatossági dátum után is fel lehet egy bizonyos ideig használni. És a megromlott ételnek is lehet egy másik célja, mint az, hogy igen, a kukában igen, landoljon. Sajnos Romániában jelenleg az történik az élelmiszerekkel, hogy kikerülnek a hulladéktározókba. Ezeket viszont fel lehetne használni komposztálókban is, biogázat is lehetne nyerni ezáltal, és természetesen, hogy itt kéne minél jobban dolgozni, vagy ezen a témán kellene picikét dolgozni, hogy ilyen megoldásokat találjunk a már kikerült élelmiszert. Tehát a hulladékba került élelmiszert. Ezek vajon szerepelnek abban a törvényben, amely nálunk is igen, elfogadta? A törvény előírja mindezeket. Elsősorban az, hogy tudatosítani kell, úgy a vásárlókban, mint azoknak az üzletláncoknak a körében, akik ugye élelmiszert forgalmaznak,
hogy még mielőtt lejárna szavatosságuk, ezeket mindenképp próbálják hasznosítani más módon, mint sem kidobni őket a hulladéktározókba, vagy meg semlegesíteni. Tehát igazából ez van, hogy most ezeket semlegesíteni kell. Ez a semlegesítés általában úgy történik, hogy elégetik. Tehát ez a legalkalmasabb módszer jelen pillanatban az élelem szempontjából. Természetesen, mint mondtam, ezeket fel lehetne használni más célokra is. A vásárlók körében ugye tudatosan vásárolni. Tehát nagyon fontos az, hogy mekkora mennyiséget vásárolunk, miből mennyit veszünk meg, illetve azt, hogy milyen árucikkeket veszünk meg ilyen szempontból, mert ugye általában, amikor elmegyünk és akciós áron megtalálunk valamit, bennünk van ez, hogy hát akkor vásároljunk nagyobb mennyiséget, de pont ez miatt, hogy a szavatossága ugye nem olyan hosszú idejű, ezért nagy valószínűséggel nem fogjuk kellő időn belül elfogyasztani, és akkor előbb-utóbb a kukába fog kerülni. Van arról kimutatás, hogy leginkább mit dobunk ki? Vagy mi az, ami a legnagyobb mennyiségbe kerül igen, a kukába? Igen, a főtt étel, tehát a készített ételek azok, amelyek nagy mennyiségben kikerülnek a kukában, azt követik a gyümölcsök, zöldségek, tehát nagyjából ez az arány, ami kikerül a hulladékba. Na és milyen következménye van ennek? Mert hogy hát, gazdasági is, meg környezeti. Igen, természetesen, hogy gazdasági, illetve ahogy tetszett említeni, környezeti hatása is van. Ugye gazdaságilag, tehát hogyha belegondolunk abban, hogy mekkora energia, pazarlás következik be azáltal, hogy mi kidobjuk a már előállított élelmiszereket, illetve ugye vízfogyasztás terén is kell gondolkodni, mert óriási mennyiségű víz is elfogy ilyenkor, tehát elkezdve a termesztéstől, feldolgozáson keresztül, ugye ezeket mind figyelembe kell venni ilyen téren, tehát óriási mennyiségű gazdasági pazarlásról is beszélhetünk ilyenkor, és természetesen ami a környezetet illeti, hát elkezdve, hogy a bomlás során ugye széndioxid, metán kerül ki a légkörbe, mint tudjuk, hogy ezek azok a gázok, amelyek ugye az üvegházhatást is hát mondjuk úgy fellendítik, illetve növelik ezt a hatást. Azon belül ugye ennek az utóhatása a globális felmelegedés, klímaváltozás, aminek gondolom most jelen pillanatban nem kell a következményeit felsorolnom. És természetesen, hogy a bomlás során hát az úgynevezett zagylé is kikerül a hulladéktározókból, amelyek most Kolozsvár szintén ugye elég nagy problémát jelentenek a pataréti hulladéktározó esetét felhozva példaként, és hát ez egy következő beszélgetésünknek lehet a témája, a hulladékgyűjtés és hulladékfeldolgozás, kezelés, tárolás. Hát milyen jövőkép rajzolódik ki ezek után? Vajon látható-e a jelei annak, hogy az emberek tudatosabban gondolnak erre? Mert az elmúlt időszakban azért sokat hallani erről. Igen, szerintem mindenképp minél több információt kellene eljutatni a lakosság körében, hogy milyen következményei is lehetnek az élelmiszerpazarlásnak. Tehát ez az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk ennek érdekében. Természetesen a másik, ugye, hogyha már törvénykezés létezik erről, akkor ezeket a szabályokat be kellene tartani, és ténylegesen odafigyelni. Főleg ugye, hogy a különböző előállítóknak, itt gondolok az élelmiszer forgalmazó cégeken keresztül ugye a fogyasztókig, mindenkinek úgymond vannak bizonyos kedvezményei ezekből, tehát áfa csökkentést, kedvezményes áron hozzájutunk bizonyos élelmiszerekhez, tehát ezeket is mind figyelembe kellene venni, illetve természetesen, hogy én azt mondom, hogy egy tudatos vásárlás, illetve egy tudatosítás, még egyszer visszajövök erre, mert igazából itt a lakosság a döntő, mert mi vagyunk azok, akik ugye nagy mennyiségben, és amúgy ténylegesen nem az iparból kerül, vagy a vendéglátói... Tehát az egyéni háztartásokból? Az egyéni háztartásokból kerül ki a legnagyobb mennyiségű hullad, ilyen típusú hulladék. Tehát akkor elsősorban rajtunk múlik az, igen. hogy fogjuk ezt kezelni. Igen, és szerintem ezért kellene minél több információ eljusson a lakossághoz ilyen téren, hogy igenis tudatosuljon bennünk az, hogy tehát mekkora... tudatos vásárlás listával, igen, menni listával, vásárolni. meg teli gyomorral, mert ez is fontos. Így van. Ez van, is fontos, van, mert van, általában, amikor az ember éhes, akkor több... Akkor mindent megkíván, ami a polcokon van, és akkor így nagyobb eséllyel kerülnek ki bizonyos élelmiszerek a kukába. Réti Kinga, Olga, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött ma hozzánk, és visszavárjuk egy következő témával. Én is köszönöm a lehetőséget.